és én mondtam, hogy nekem, hogy én abban a fürdőbugyiban szeretnék lenni, és rám akartak erőltetni egy fölsőt, és arra emlékszem, hogy 12 évesen félmeztelenül tangabugyiban rohangálok, konkrétan rohanok a Balaton partján, miután nagyapám jön utánam egy pólóval, hogy húzdál már föl valamit! Én megmondtam, hogy nem! Nem, én meztelenül akarok tenni! Szia! Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm. Fáradtság 1-től 10-ig tartó skálán? Ma 6-os. 6-os, az tegnap jó. Tegnap 8-9 volt. Igen? Hát akkor jól jártam veled. Igen. És tegnap, azt jól láttam, tegnap voltál a Mokkában? Nem. Igen, igen, tegnap. És az volt az első tévés? Első élőadásom. Élőadásod. És milyen érzéseid voltak vele kapcsolatban? Érdekes, mert az utolsó pillanatig nem indultam egyáltalán, utána pedig attól féltem, hogy makogni fogok. De nem makogtál. Hát szerintem egy picit. Azért ültettem be magam mellé a Kajdi Csabit, az ügynökömet, hogy majd ő kijavít, majd segít, hogyha elakadok. Na hát ő tud beszélni. Igen, aztán átvette egyébként, azt hogy elég átvette a szót. Igen, ezzel vigyázni kell, hogy az ember az ügynökét maga mellé ülteti, mert azért ők, pláne a Csaba. Na, de most rólad lesz szó, mert hogy igen, tehát hogy én azt képzelem, hogy az ember, ha olyan szinten modellkedik, mint te, akkor nem is tudom, tehát, hogy iszonyatosan kíváncsiak rá az emberek. Tudom, hogy rád is. Ezzel szemben viszont nagyon keveset hallunk titeket beszélni, kommunikálni. Ugye láttunk titeket, közvetítetek mindenféle üzenetet, amit a márka, amit éppen képviseltek, megkíván. De hogy ti milyen emberek vagytok, szupermodellek, hogyha nem tudom, hogy viszonyulsz ez a kifejezéshez, de majd ezt is megbeszéljük, azt nagyon nehezen lehet kideríteni. Ez így igaz, ugyanis azért a modellkedéshez hozzátartozik az, hogy nem a véleményünkre kíváncsiak. Aha. Tehát például magyarul az a szó, hogy manöken, ugye angolul manöken az konkrétan a próbababa, az a bábú, amelyik igen, ami a bábú, amelyik kint áll az üzletnek a kirakatában. Igen. És hát ugye őt csak kérdezi meg mindenki, hogy tetszik ez a ruha. És te hogy éled át ezt az egész őrületet, ami veled történt az elmúlt 10 év? 10 év? Mikor kezdtem? Fú, hát egyébként én 15 évesen kezdtem, amit 15 éve. Igen. Másfél évtized. Igen. 9 éven költöztem New Yorkba, igen. Most lesz azt hiszem 10. éve. Uh-huh. Vagy már nem is tudom számolgatni sem. És ez alatt mondjuk 10-15 év alatt éltél, hát elég sokat. Hát utazásban számoljuk, élményben számoljuk. Igen, igen. Hát rengeteg helyen. Már lassan szerintem az 5. útlevelemet is betöltöttem. Ja, betöltötted a pecsét. De hát figyelj, nem cserélném el egy pillanatát se. Meg hát New York az elmúlt 9-10 évben, ahol én ott maradtam, ragadtam. Uh-huh. Tehát előtte sose volt nekem lakásom, mindig hazajártam, pár uh-huh. hónapra utaztam csak ki. És New York az első hely, amit így kialakítottam otthonként. Akkor most már azt ki lehet mondani, hogy New York az otthonod? Nem szeretem, de igen, tehát hogy igen, az végül is ott élek. Ez pedig a hazád, úgyhogy otthonról igen. Haza. Igen, igen, igen. És hazúról otthonra. De mesélj meg, hogy milyen, amikor hazamész? Milyen az a helyzet? Szóval, hogy hazamész, nem tudom, kocsival mész haza, vagy jönnek érted, ez hogy történik? Nagyon ritkán szoktak értem jönni, úgyhogy én egyébként vonatozni szoktam mindig haza. Még mindig? Még mindig vonatozok, és onnan taxival, vagy hogyha nincs nagyon csomó, akkor hazagyalogolok, és hát egyébként úgy megyek haza, olyankor is, hiába nem láttam szüleimet mondjuk 6 hónapja, uh-huh. mint hogyha suliból mennék haza egy tök átlagos délután. Óriási. Tehát tök jó, tudod, megvan a lakáskulcsom, vagy bepötyögöm lent a kapukódot, uh-huh. és aztán felmegyek a lépcsőházba, és egyébként ez az első, hogy kinyitom a hűtőajtót, tehát tényleg olyan, mintha egy pillanatra se... És mire nyúlsz rá a hűtőben? Csak szeretek körülszimatolni. Szeretek körülnézni, mindig... Mi van otthon, mivel vártak? Igen, megnyugszok, hogy mit tudom én, van a hűtőben egy kis szalonna, egy kis kolbászot, van egy kis libatepertő, hogyha megéhezek. És ezeket nyomod is? Szoktam, persze kis mennyiségben, de hát... Hát nem lehet. Csabai vagy, ugye? Békés igen, Csabai igen, vagy. Igen. És figyelj, azért az egy hosszú vonatút Budapestről. Egy Békésből 3 óra? Már 2,5. Már 2,5 volt fejlődni. Igen, fejlődik igen. A Magyar Államvasutat. Szóval, hogy azért 2,5 óra alatt szerintem az azért is
óriási dolog, hogy, hogy vonattal mész, mert hogy ez egy tök jó időszak arra, hogy az ember így át visszaalakuljon, nem? Tehát, hogy lehet, hogy azért van az, hogy mire leszállsz a vonatról, már ugyanaz a kislány vagy, aki onnan eljöttél. Igen, egyébként azért szeretek hazajárni Békés Csabára, mert pont ahogy leírtad, így érzek mindig. Aha. Tehát, hogy visszanyúlok a gyökereimhez, de az ismerő, a város ismerősége, az ismerős emberek arca, az üzletek, a helyek, az épületek, az utcák mind nem csak emlékeket hoznak föl bennem, de magát az érzést. Uh-huh. És mi az érzés? Hát ahogy mondtad, egy kicsit olyan kislányos, olyan, mintha még gimibe járnék, mintha még egy kicsit, mintha kikapcsolnék, tehát hogy így nem lennének felelősségeim, ami ugye ott kint van, mintha még nem dolgoznék, mintha nem ott kint élnék, tehát egy pillanatra megszűnik ez az egész New York élet. És ez jó? Jó. Jól esik. Mit szól az ottani környezet, akik téged úgy ismernek, ahogy ismernek? Ehhez az óriási sikerhez, vagy karrierhez, amit befutottál. Hát egy csomóan szoktak gratulálni, de én mindig azt szoktam kapni másoktól, hogy mennyire jó látni azt, hogy én nem szálltam el, hogy én még mindig ugyanaz a lány vagyok, és hogy egyáltalán még hozzám lehet szólni. Számomra ez annyira meglepő. Mert ezt nem csak távoli ismerősöktől kapom, hanem például volt osztálytársaktól is. Aha. És így ilyenkor mindig ilyen furán ér, hogy tényleg azt képzelik az emberek, hogy valaki, akivel 4 évig egy iskolapadban ültünk, majd mit tudom, én nem szólnék hozzájuk. Mert hogy én elszálltam, vagy annyira beképzelt lettem. Nekem ez mindig furcsa. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen alap dolog, hogy onnan jöttem, és ezt nem fogom soha lenézni. És szerinted az minek köszönhető, hogy mondjuk te idézőjelben nem szálltál el? Mert azért van erre példa, tehát hogy ez nem légből kapott feltételezés, hanem is az, hogy nem szólsz majd hozzájuk, hanem hogy valaki nagyon fölül a saját maga hype-jára, tudod, és olyan nagyon más lesz, nagyon nagyot változik. Nem tudom, szerintem, és azt nem tudom, hogy ezt így lehet-e azt mondani, hogy a szülők tanították, vagy a helyzet adta. Szerintem én ilyen vagyok, aki egyszerűen csak szeretek otthon lenni, szeretem ezt a, hogy is mondjam, ezt az átlag életet. Tehát én sose kívántam magamnak azt, hogy felismerhető legyek, hogy híres legyek, hogy celeb legyek, hogy valakit egyáltalán érdekeljen, hogy én mit csinálok a hétköznapjaimban. Tehát nekem egyébként ez a furcsább része. Én nekem elképzelésem sincs, sem is lehet, hogy mondjuk azon a szinten, ahol te vagy a modellkedésben, ugye nem tudom, mi volt a te top rankinged, tehát amikor a legmagasabban voltál azon a bizonyos listán, ahol a világ leghíresebb modelljeit, vagy legértékesebb modelljeit számon tartják. Nem tudom, egyszer voltál 9., azt tudom. Igen, igen. De hogy, na, tehát, hogy az tényleg valamiben a világ 9. legkeresettebbjének lenni, azért jár egyfajta státusszal. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ez milyen élettel jár például kint. Te hogy élsz kint? Teljesen átlagosan. Tényleg? Totál átlagosan. Sajnos össze kell törjem a szívedet. Pedig azt mondod, hogy hát nem tudom, reggelre 100 vörös rózsát küld. Bár... Leonardo DiCaprio. Ja, bárcsak, csak ne ő. Csak ne ő. Ki küldje neked rózsát? Van ilyen? A barátom. Ja. De... Na jó, oké. Akkor a barátod. Nem, egyébként nem. Egyszer-kétszer volt olyan tényleg, hogy felismertek az utcán, akkor selfit kérnek, ez még Magyarországra mindig jellemző, egyébként tök átlagos életet élek, és egyébként külön szeretem, hogy nem ismernek fel. Aha. Jó, szóval akkor kint teljesen. És mondjuk azokban a helyzetekben, amikor mondjuk egy Victoria's Secret show után nyilván van parti, és akkor ott vannak ilyen ismert emberek, és akkor ilyen abszolút világsztárokkal állsz mondjuk a bárnál, vagy így képzelem el, tudod, így, vagy ez nem, miért nevetsz? Nem, csak ez vicces, ez így viccesen hangzik, mert igen, egyébként röhelyes szituáció. Tehát én elmondom azt, amit az emberek, bocsánat, szabadat nem kérdezik, gondolnak erről az egész világról. Mondd, hogy akkor ezzel szemben mi a helyzet? Hát én szokott így lenni, csak tehát van ennek a dolognak egy ilyen csillogó oldala is, amit ugye mindenki oda képzel. Igen. Tehát ez létezik, és egyébként el nem tudtam volna képzelni, hogy majd én valaha ebbe a világba belepottyanok, de hozzászokik az ember. Aha. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy én sikítva, rajongva odafutok az egyik színészhez, vagy énekesnőhöz, hanem
engem konkrétan bemutatnak neki. Tehát nekem kezet kell fognom azzal az emberrel, és hogyha úgy akad, akkor nekem egy beszélgetnem tudni kell. Volt ilyen, amikor mondjuk nehezedre esett, mert hogy annyira mondjuk rajongóként éreztél, de közben ott neked higgadtan kellett valakivel, például kivel? Persze minden alkalom, mert Jay-Z-vel, úristen. Katy Perry-vel, nem tudom, egyszer Rihannával, tehát sok ilyen helyzetben voltam, sőt, Beyoncé-vel többször találkoztam, és akárhányszor találkozok vele, már eleve az, hogy egyáltalán emlékszik az arcomra, és ugye nem úgy köszön másodjára, hogy nice to meet you, ami azt jelenti, hogy örülök, hogy megismerjétek, hanem azt mondta, hogy nice to see you again. Aha. Tehát, hogy örülök, hogy újra látlak, és én úgy álltam, hogy nem már. Isten, tudja, hogy Beyoncé emlékszik. Konkrétan, tudod, mint amikor a filmen a Choice, hogy a foci csapat kapitánya tudja a nevét. Én igen, mint álltam, a gimiben a menő fiú tudja. Isten, Beyoncé tudja, hogy ki vagyok. Hát ez tök jó. Aha. Ez tök jó. Na de figyelj, hogy közben meg azért ez kőkemény meló. Nem? Igen. Hát, hogy zajlik egy kemény napodként? Amire te is azt mondod, hogy na jó, ez már egy 9-es. A legkeményebbet elmesélem, ez maradt meg bennem emlékként, viszont nem panaszkodni szeretnék, mert marhára megérte. Reggel felkeltem, és pár órával később kaptam egy telefonhívást, hogy azonnal pakoljak egy fogkefét és az útlevelemet, mert mennem kell Párizsba. Felültem egy gépre, Párizsban landoltam reggel 9-kor, és reggel 9-kor egyből a stúdióba indultam dolgozni, ahol egy 6 képes, hát ilyen beauty, ami azt jelenti, hogy egy szépségápolási, egy sminkről és hajról szóló anyagot fotóztunk volna. Ami általában nem szokott, tehát 6 ilyen portrékép megvan, nem tudom én, akár délután 4-5-ig, hajnali 2-ig voltunk ott. Úgyhogy, de miért? Hát mert olyan precíz volt a stylist, a fotós, és egyébként nagyon kreatív volt a munka. Tehát azt mondom, hogy egy kreatív munkáért megéri megizzadni, tehát bért izzadni. És tényleg hajnali 2-ig ott voltunk, mindenki hullafáradtan, én úgy egy repülőgépről szálltam le, nyomtam a kamillás teazacskókat a szemem alá, tényleg pofozgattam magam, hogy el ne aludjak, de csodálatos lett a végeredmény. Mm. És egyébként azt kell, hogy mondjam, másnap, amikor a hotelban felkeltem, akkor hívtak, hogy kaptam egy csokorvirágot, és azt a magazin főszerkesztője küldte köszönetként, hogy álltam a sarat. Aha. Mit jelent profinak lenni a modell szakmában? Kire mondják azt, hogy na vele jó dolgozni? Hát a professzionizmus a divatvilágban egy modellnél szerintem az, aki, ahogy mondtam, nem feltétlenül adja a véleményét egy fotózáson. Tehát meg kell tanulni közreműködni azokkal a dolgokkal is, illetve emberekkel, akik nem annyira szimpatikusak, vagy nem annyira tetszenek. Például tisztában kell lenni azzal, hogy amikor felöltöztetnek, akkor nem a saját stílusunkra, ízlésünkre megy ki a játék, nem olyan sminket tesznek föl ránk feltétlen, ami jól fog állni, vagy ami nekünk imponál, és ezzel minden meg kell tanulni együttműködni. Pont amiatt, mert rengeteg lány van odakint külföldön, és sorban állnak. Tehát, hogyha én nem teszem meg, akkor 10 másik lány áll mögöttem a sorban, aki megteszi. Szó nélkül. Hát igen, ráadásul ugye 30 éves leszel idén. Igen. Az egy mindenki életében ezek a kerekszüli napok azért kicsit ilyen számvetések, nem? Meg hogy azért az a kvázi egy ilyen, nem tehát, tök mindegy, mert szerintem neked abszolút ilyen kortalan arcod van, de hogy biztosan azért elindít benned az, hogy abban a szakmában, ahol te vagy, én nem tudom, meddig lehet ezt ilyen szinten csinálni, vagy meddig hagyják, vagy meddig kapsz lehetőséget, nem tudom, hogy mik most a trendek. Mindig azt mondják, hogy ezt akár, tehát egy nő, aki úgymond szépen meg tud idősödni, vagy korosodni, öregedni, és akár még a 60-as éveig is csinálhatja. Uh-huh. Hiszen minden kategóriára akad egy kliens, persze egy 60 éves nő már nem egy Vogue címlapon fog szerepelni. De miért nem? Egyébként akár. Na most tényleg? Nem tudom. Kicsit felmerül bennem, lehet, ne hogy csak... De. Ne kérdezz, hogy erre én sem tudom a választ. Tehát, hogy most érted? Na mindegy, zárójelbe zárva, szóval, hogy akkor akár ezt még folytathatod. De még persze, én ezt nem is szeretném abba hagyni még most a közeljövőben. Esetleg felismerni azt, hogy ez már kevésbé lesz a fő munkaforrás, vagy pénzforrás a munka szempontjából az életemben. De egyébként nem biztos. Tehát a lehetőségek adják majd. Uh-huh.
hogy mi lesz. Igen. Most még egy laikus kérdés következik, és előre is elnézést, hogy amikor kimegy egy, mondjuk van egy, nem tudom mi a legrangosabb catwalk, tehát divat bemutató munka. Nem tudom, mi az, ami neked az életedben a leg... Amire a legnagyobb fény vetült, talán pont a Victoria's Secret. Pont a Victoria's Secret, vagy azt kell, hogy mondjam, mivel hogy annyira grandiózus, mondjuk egy Chanel show. Aha, oké. Okay. Ott állsz a sorban, a kulisszák mögött. Ugye van a stage manager, aki mondja, hogy ki mikor menje, meg indít titeket. Akkor mi fordul meg a fejedben? Tehát mondjuk mész végig azon a hosszú zén, és ott ülnek az első sorban, bekemék, meg nem tudom még kicsodák. Mi játszódik le ilyenkor egy modell fejében, mondjuk a tiédben? Nagyon sokáig volt egy olyan korszakom, amikor a kifutón mindig azt képzeltem, hogy röhögnek rajtam az emberek. Mi? Komolyan. Tehát nem tudom, hogy beképzeltem, de esküszöm, még hallottam is ilyen kis giggles, tudod, ilyen kis rötyögés. És azon gondolkoztam, hogy biztos, hogy rajtam röhögnek. Biztos, hogy kilátszik a mellbimbom, vagy le van szakadva a szoknya, vagy mindjárt elhagyom a cipőmet, vagy ki tudja, lehet, hogy hozzányúltam a sminkemhez, és a piros rúzs konkrétan az arcom felén végig van kelve. Mindig azt képzeltem, hogy bénán megyek, hogy rajtam röhögnek. Aztán a rutin később megtanított arra, hogy már ne legyek annyira ideges, mert egyébként nagyon szoktam izgulni, de szerintem tényleg? Ez normális. De tehát, hogy már akkor annyira nem, de azért még megmarad belőle valami? Persze, megmarad. Hát egyébként az izgulás az egy pozitív dolog is lehet. Persze, hogyha nem destruktíva. Persze, tehát jó érezni az adrenalint, azt, hogy valami hatalmas dolog fog történni, és hogy erre nekem lehetőségem van. Tehát persze, ez egy jó dolog. Viszont megtanultam magabiztos lenni, tehát volt már olyan, hogy a kifutón azon gondolkodtam, hogy akkor, ha hazaérek, nekem még tejet is, és kenyeret is kell venni, hopp, itt meg kell fordulni. Volt már erre is példa. Van a hűtőben, hazamegyek anyámékhoz, lesz egy kis csabai korbász. Igen. Én téged egyszer láttalak a kifutón élőben, a Gomboldújrán pár éve, két éve, és amit te nyitottál. És az az igazság, hogy ott megjelentél egy vörös vagy pirosas ruhában, és megállt a levegő a teremben. Tehát, hogy valamit tényleg tudhatnak azok a modellek, akik a te szinteden vannak, hogy egyszerűen, tudod, ott tehát még csak nem gyönyörű volt a ruha, ami rajtad volt, de nem egy ilyen olyan kreáció volt, hogy az ember az agyát eldobja és kiveri a szemét, hanem valahogy valami ott történik. Ezen te gondolkozol, hogy mi az, amit tud egy olyan modell, aki igazán befutott és igazán sikeres lesz, amit a többiek nem? Hát az, hogy a rutin, az évek rutinja és az ezzel kialakuló magabiztosság, amit már említettem. Nekem például fontos volt az, hogy én kívülről is láttam, milyen, amikor egy kezdő lány az első-második divatbemutatóján sétál végig, vagy akár egy modellány egy modellversenyen próbálkozik. És szörnyű látvány, tehát szinte sajnáltam a lányokat, hogy mennyire idegesek, hogy remeg a lába, nem bír mosolyogni, mert annyira remeg a szája, hogy nem áll föl mosolyra, és nem tudja, hogy merre kell fordulni, és mindig azon gondolkoztam, hogy én már elnézést tényleg azoktól a lányoktól, de hogy én sose szeretnék így kinézni. Tehát úgy gondolom, hogy idővel az ember megtanulja, hogy azért vagyunk ott, mert úgymond úgy nézünk ki, azok a lányok vagyunk, akik, tehát az a személy vagyok, akit reprezentálok, és hogy ezért kapom ezt a munkát, és ott magabiztosan kell kiállni. Aha. Jó, tehát hogy akkor te azt mondod, hogy az a bizonyos valami, az a bizonyos plusz, amitől tényleg megáll a levegő, és nem lehet másra figyelni, és az embernek nekem eszembe se jutott, hogy nevetgéljek rajtad, by the way. Pedig pont azon a divat bemutatón, és azon gondolkodtam, biztos, hogy mindenki rajtam röhög. De pedig ez két éve volt, tehát akkor már te voltál a Mihaly Kerikő. Igen, csak Magyarországon nem nagyon divat bemutatóztam, és úgy gondolom, hogy az emberek tudnak egy kicsivel kritikusabbak olyan emberekkel szemben, akit ismernek. Aha. Nem nevetett rajtad senki, szeretnélek megnyugtatni. De és nagyon jó, itt helyettessék. Nem, de szóval akkor te azt mondod, hogy önbizalom, meg magabiztosság az, ami így sugárzik az emberből, lehet, én ezt elfogadom. Igen. Én ezt elfogadom. Szóval, hogy az előbb már kérdeztem, vagy így belekaptam ebbe a témában, hogy te az hogy viszonyulsz ez a szupermodell kifejezés? Ez ugye talán tavaly volt ez a bizonyos Forbes címlap, ahol a hozzátartozó
cikkben téged neveztek meg Magyarország első szupermodelljének. Igen. És hogy, tehát, hogy ez ilyen címkék, azok hogy esnek neked? Jól esik, megmondom őszintén, az elismerés jól esik. Én úgy gondolom, hogy mindenki azért végzi a munkáját, hogy valamilyen szinten valaki azt mondja, hogy figyelj, tök jól csinálod. Aha. És hogy a szülőhazám az, hogy ez egy közvélemény, hogy nem csak egy ember gondolja így, nem feltétlenül csak a családom, hanem egy egész ország egyetért ezzel, vagy legalább a többség, ez egy hatalmas megtiszteltetés. Uh-huh. És az, hogy az biztos figyeled, vagy legalábbis tudsz róla, ha más nem a Csabától, az ügynököttől, hogy gyakorlatilag ugye az itthoni sajtó az nem kap belőled sokat közvetlenül, ezért aztán figyeli a közösségi média felületeidet, minden fotódat, ugye, hogy Mihály Kenikön megint megmutatta a mellét, vagy nem tudom, hogy folyamatosan vannak ezek, hogy vagy egy falatnyi bikiniben, vagy anélkül pózolta, nem tudom milyen tengerparton, hogy ezeket figyeled, követed, érdekel-e, vagy egyáltalán hogy viszonyulsz ezekhez, hogy így ennyire figyelnek, és hogy ennyire főleg azt, hogyha levetkőzöm. Szoktam néha, mert viccesnek találom. Tehát érdekes. Érdekes, és azért tetszik főleg, mert úgymond én kontrollálom azt, hogy mennyire kihívó mondjuk az a kép, amit posztolok. Tehát amikor én posztolok egy hasonló képet Instagramon, akkor tisztában vagyok azzal, hogy ez bármelyik magyar bulvár sajtós weboldal akár felkaphatja, és írhat valami, hát valami vicceset. Aha. Jobb esetben. Engem nem zavar egyáltalán. Aha. És az, hogy látnak, tehát hogy például, hogy mennyire voltál te annak idején szégyellős kislányként? Semennyire. Tényleg gyerekként is már abszolút magabiztos voltál. Van egy olyan emlékem, hogy kb. 11-12 éves lehettem, tehát pont azelőtt, az időszak előtt, hogy úgymond én elkezdtem volna nőiesedni, és anyukám vett nekem egy fürdőbugyit, de nem volt fölseje, és tangás volt a fürdőbugyi, színes és fodros, és nagyszüleim levittek a Balatonra, és én mondtam, hogy nekem, hogy én abban a fürdőbugyiban szeretnék lenni, és rám akartak erőltetni egy fölsőt, és arra emlékszem, hogy 12 évesen félmeztelenül tangabugyiban rohangálok, konkrétan rohanok a Balaton partján, miután nagyapám jön utánam egy pólóval, hogy húzzál már föl valamit! Én megmondtam, hogy nem, én meztelenül akarok lenni. Na tessék. Tehát egyébként nagyon szégyellős vagyok inkább a személyiségemmel szemben. Viszont valamiért a testiekben egyáltalán nem. Ugye most azért is vagy itthon, mert hogy elkezdesz valami teljesen más, nem teljesen, hát ez egy rokon szakma, de hogy belekóstolsz a ruhatermezésbe, vagy belekóstoltál. Igen. És már lehetett is olyan ilyen backstage videót látni, amin a saját magad által tervezett ruhákat mutatod be egy fotózáson. Hogy ennek az ötlete, ez mikor, mióta van benned, hogy jött, és hogy választottátok pont a Sugarbird márkát, ami ugye egy megosztó márkanév volt egy időben itthon. Igen. Egyébként erről a megosztó névről annyit nekem kifejezetten tetszik az, hogy ennyi figyelmet kap a márka. Ez legyen akár negatív, vagy pozitív. Aha. Szerintem fontos az, hogy az emberek tudják, kiről, milyen márkáról van szó, felfigyelnek rá. Divat tervezni, én már kiskorom óta szerettem volna, illetve mindig imádtam rajzolgatni, szerettem öltözködni, szerettem kreálni a saját, nem tudom, ötleteimet. Mm-hmm. Tehát rajzolgattam én lányokat gyönyörű ruhában. Viszont mostanáig nem nagyon fogalmazódott meg bennem az, hogy én ezzel valamit is kezdhetek. Az elmúlt talán egy-két évben kezdtem el gondolkodni azon, látván más lányok példáját, akik ugye más cégekkel, külföldi cégekkel, akár smink cégekkel, sport árukkal kollaboráltak. Uh-huh. És csináltak kollekciót, és azon gondolkoztam, hogy nekem miért ne lehetne egy ilyen. Uh-huh. Hiszen egy tök hosszú karrier áll a hátam mögött már, és még akkor is, ha ebben a szakmában akár 5 év jövőm is van, szeretném magamat kipróbálni valami másban. Szeretném a kreatív oldalát megtapasztalni ennek milyen. És mivel én Amerikában nem vagyok egy hú de híres név, tehát ezt lássuk be őszintén, nem vagyok egy hatalmas, világszerte tényleg ismert modell, azt mondhatjuk, hogy a divat szakmán belül igen, de
egy az utcán sétáló ember számára nem biztos egyáltalán. Viszont Magyarországon úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb mértékben. Tehát elkezdtem gondolkodni magyar márkákban, és ezek után már adta magát, hogy a Sugarbird. Mert én külső szemmel, külföldön élve is úgy látom, hogy Magyarországon az egyik legsikeresebb ruhamárka, és ahogy mondtad, a legtöbb sajtófigyelmet kapja. Én úgy tudom rólad, hogy azért neked van üzleti érzéked, tehát hogy régóta, tehát már gyerekkorodban is volt, egyszer nyilatkoztad azt, hogy te nagyon szerettél a nem tudom, a gyerek, ja, pénztárgéppel. Igen, nekem a nagy gyerekkorjában az volt, hogy én majd eladó leszek, pénztáros. Na, tehát hogy most lehet eladod a ruháidat, tudod, bemegy valaki egy Sugarbird boltba is. Igen. Jó, nem. Nyilván nem, de hogy az sem mindegy, hogy most az ember csak a kifutónak akar tervezni, vagy embereknek akar ruhát eladni, nem? Igen, egyébként tehát, tetszik az, hogy mondjuk téged is meglepett ez. Igen. Mert úgy gondolom, hogy a meglepetésnek mindig van egy nagy csattanója, ugye felfigyel rá az ember, és akkor keresi az okát, a miértjét, tehát tudni akarja, nem csak az, hogy ja, aha, jó, oké, csinált egy ilyet, tök jó, hozzávaló. Tehát, mert annak tudjuk az okát, illetve ebben keresi az ember hát az izgalmas, okot. Izgalmas, az biztos. A meglepetés az izgalmas, úgyhogy ez teljesen, tehát akkor egy marketinges is elveszett benned, lehet, úgyis, hogy nem veszett el. Szoktam én gondolkodni néha. Ez egyáltalán nem gondolom, hogy nem. Szerintem, hogy aki ideig eljut a beszélgetésben, már nem gondolja azt, hogy nem gondolkozik. De hogy van, most ha már felvetetted ezt a sztereotípiát, akkor ezzel így találkozol, vagy találkoztál, hogy modell, akkor ő nem gondolkodik, vagy olyan nem annyira erről híres? Nem, inkább szerintem a közvélemény az, hogy egy modellnek nem kell gondolkodnia. Vagy nem kell, aha. De megmondom őszintén, egyébként rengeteg olyan lányt ismerek, aki egyetemet végez a modellkedés mellett, a legjobb, tényleg az legjobb amerikai, vagy akár New York-i egyetemeken. Viszont aki nem mondom, hogy buta, de mint én is például teljesen belelustultam az agytekervényeim megmozgatásába, és amióta elkezdtem a Sugarbird-del dolgozni, volt egy vagy két olyan hét is, és nagyon fárasztó volt, amikor be kellett mennem egy irodába reggel 8-ra, és délután 4-ig ott voltam, és folyamatosan beszélnem kellett, ötletezni, jegyzetelni, gondolkodni, emlékezni dolgokra, és én jobban kifáradtam délután 4-re, mint mondjuk 3 óra edzés után, amikor az ember konkrétan nem bír megmozdulni. Mm-hmm. Fontos neked az, hogy te képviseled, valahol képviseled Magyarországot? Kint igen. A divatvilágban. Tehát, hogy ezt megélette, meg szoktál, mit tudom én, tehát amikor valaki kérdezi, hogy milyen Magyarország, akkor így, hogy ez hogy működik ez ott kint, hogy mennyire érzed azt, hogy egyáltalán képviselsz mindannyiunkat? Mivel úgy gondolom, hogy nagyon kevés a magyar modellány, aki nemzetközi szinten befutott, aha, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy például ismernek engem, és tudják, hogy magyar vagyok. Illetve én mindig nagy élvezettel beszélek Magyarországról, tehát számomra fontos az, és külön speciálisnak érzem magamat például, hogy azt mondhatom, hogy magyar vagyok. Mert vannak Magyarországhoz hasonló kis országok, ahonnan rengeteg modell jön, és igazából az emberek kevésbé foglalkoznak vele, mégis amikor azt mondom, hogy I'm from Hungary, akkor azt mondják, hogy nem is tudom, hogy ismerek-e másik magyar modellányt. És mondjuk megnevezik a Xenta Vanessát, vagy Palvin Barbit, és ezzel a hárommal konkrétan ki is fújt a lista. Hát hárman vagytok, igen. Igen. Ebben a bizonyos Forbes cikkben is ezt írták, hogy 3 ember van, Mihalik, hát meg 3 magyar igazság. És ennyi. És ennyi, parancsoljon. És ennyi. És hát figyelj, nem tudtam, nem megütötte kicsit a fülemet, amikor rózsákról beszélgettünk. Hogyha mindjárt oda menjünk bele. Na, menjünk bele. Ki a pasid? Hogy ilyen kifinomultan kérdezzem. Hát, volt egy focista, nem? Igen. Egy dán fiú. Volt egy dán focista barátom, de ővel szakítottunk, nem is tudom, több mint egy éve. Aha. Tehát még 2015 vége fele, azt hiszem. És én tavaly nyáron ismerkedtem meg egy francia-orosz fiúval. Francia születésű, de egyébként New Yorkban él. Már ő is 15 éve. És ő mivel foglalkozik? Ő is jelen pillanat a divat szakmában dolgozik. Aha. Egy magazinnak a CEO-ja, prezidentje. Aha, elnöke. Tehát, hogy elnöke. Ó, hát akkor ő, értem. Tehát akkor egy elég nagy ember.
vagy felelősségteljes melója van, meg igen, minden, tehát hogy így rangja és a többi. Hát ez izgalmasnak hangzik. Az. Nem csak így meg vagyok szepen, mert amikor, mert nem nagyon szoktak róla kérdezni, vagy amikor igen, akkor sosem tudom, hogy ezt így hogy írjam le a munkakörét. Jó, nem, mert érted, hogyha egy lapkiadó vezetője mondjuk, vagy egy magazinkiadó vezetője, azt szerintem, hogy azért nagyjából, tehát hogy nem ő szerkeszi a magazint, hanem ő egy üzleti oldalról vezeti. És volt már veled itthon? Volt. Még a szüleimnek nem mutattam be, Békés Csabán még nem járt, viszont az ő kezdeményezésével Budapesten volt karácsony és új év között egy pár napig. Úgyhogy együtt töltöttünk itt egy pár napot, sétálgattunk, jókat kajáltunk, és nagyon tetszett neki. Tényleg? Igen. De jó. Hát én drukkolok. Köszönöm. Nem akarok, nem bájkálni akarok, csak drukkolni. Meg nem, mert úgy képzelem azért, hogy ez a szakma, amiben te mozogsz, az azért... hajlamos így elmagányosítani azért, nem? Tehát, hogy azért itt fenntartani egy pár kapcsolatot, az így ember legyen a talpán. Főleg azért nehéz szerintem, mert még azok a lányok is, akik nem távkapcsolatban vannak barátaikkal, tehát egy városban élnek, sokszor ugye a párjuk nem értik meg, hogy most hogyan is működik ez, mivel is foglalkoznak. Például nekem az egyik legjobb barátnőm szintén egy francia fiúval jár már 2 éve, és az elején nagyon sok nehézségük volt abból, hogy akkor most menned kell pénteken Olaszországba, vagy akkor maradsz, akkor most lemondhatom-e a vacsorát, vagy akkor szóljak mindenkinek, hogy nem leszel itt hétvégén, és igazából a szegény lány nem tudja neki megmondani. Aha. Mondjuk, tudod, nem rajta múlik az ügynökségen, tehát nehéz összeegyeztetni. Igen, nem lehet tervezni. Nem lehet tervezni. Sokszor nem értik meg az emberek, főleg azért, mert azt hiszik, hogy a modellvilág az a csillogásból él, vacsorákból, partikból, híres emberekkel való találkozásokból, tehát hogy a lányokat mindig gyönyörűen felöltöztetik, és nagyon sokszor férfiak szerintem féltékenyek lesznek arra, hogy biztos, hogy mindenkinek csorog a nyála a lány után. Hát igen, meg a fotós, meg a nem tudom. Igen. És szerintem nagyon sok konfliktus van belőle. De akkor ez most nátok oké? Mert hogy rokon szakma, nem? Rokon szakma, sőt, neki az édesanyja is a divatvilágban dolgozik, úgyhogy igazából ő ebben nőtt föl, teljes mértékben megérti, mi az, ami ezzel jár. Tehát nincs abból probléma, hogyha a programot kell törölni. Illetve megkönnyíti a helyzetemet, hogy mivel ő is egy magazinnak dolgozik, ugyanazokban az időpontokban kapunk szabadnapokat, vagyis egy szabadságot, ugyanazokban az időpontokban kell ugyanazokra a helyekre utaznunk, és így kevesebb időt is töltünk külön. Hát figyelj, akkor ez a dolog, ez sinem van. Hát remélem, hogy így marad. Én is. A Balatonos, ez pont igen hozzám tartozott. Igen, és akkor ezen ilyen, nagyon mint a képeslap, ezek a 3D-s képeslapok. Igen, amit hogyha meghajtasz, akkor más képet mutatnak. Ez nagyon szupi volt. Illetve azt hiszem, hogy hát ebből az anyagból, ezzel a mintával terveztem egy hosszú kezeslábas, ami elég szexi, tehát ez egy elég ilyen buli verzió. De ez hát az én szép nagy szoknyám. Ez is a te szoknyám. Igen. Csak nekem a felsője egy nagyon aranyos kis dinnyés póló volt. Ja, itt látszik, egyszer egy dinnye van rajta. Igen, tehát egy ilyen kis fehér póló a dinnyével. És dinnye? Hát igazából azért, mert nekem nagyon tetszett a pólónál az ötlet, hogy piros legyen a nyaka, és zöld az ujja, azaz piros-fehér-zöld, és kerestünk egy olyan gyümölcsöt, ami illik is hozzá színben. Meg hát ugye a dinnye azért Békés megyei. Hát a megyesi dinnye az országban a legjobb. Akkor nem csak a kreatív design, hanem maga az üzleti része is érdekel. Igen. Pénztárgép, tudod? Hát igen, a pénztárgépes része is. De ugye nem jártam üzleti iskolába, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez mind gyerekcipőben jár. Jó, hát de még van idő. Új terület számomra is, de tök jó. Szeretném. Hát akkor hajrá, drukkolok neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztattalak dolgozni. Én is köszönöm, hogy elhoztatok. Minden
minden olyat csináltam, hogy egy anya rémálma. Anyákréme. Igen, anyákréme. Mindig azt mondom édesanyám, hogy egy foci csapattal könnyebb lett volna, vagy egy zsákbolhával, mint velem. Próbálom az emberekkel megismertetni, hogy én egy nagyon szelíd, nagyon kedves, nagyon jó indulatú ember vagyok, aki nem apuka, anyuka pénzéből, hírnevéből él, hanem 16 éves koromatra dolgozom. Volt egy ilyen 8-9 órás pánikrohamom, aminek a 6. órájában jöttem rá arra, hogy pánikrohamom van. Aha, aztán. Mert addig azt se tudtam, tehát addig csak azt éreztem, hogy hoppá, itt most valami nagy baj van. Most valami nagy baj történt. Csak mit gondoltál, mi az? Ami előtt, mert eltettek órák. Sejtelmem nem volt, de azt éreztem, hogy nagyon nagy baj van. Aha. És azt éreztem, hogy ennek az egésznek, ami itt zajlik, itt az egész kis életemben, ennek itt vége van. Mindig nagyon féltem attól, hogy mindenkinek megfeleljek egész életemben, és most valahogy azt gondoltam, hogy már nincs olyan sok hátra, hogy ez a megállás nélkül csak erre gondoljak, de ez most komoly, ez egy nagyon fontos dolog. Én nem mondom ki, hogy hány éves leszel idején, de hogy 60 éves leszek, mondjuk ki, mert én ez utálom az ilyet, hogy nem, persze, mondjuk mit tudom én nem, és akkor érted, most kiszámolom, hogy nem szoktam számolni, de most majdnem 40 éve vagyok apám, 38 éve dolgozom. Ezt én nem tudom, aki elfogadott eddig, az elfogad, aki meg nem, az nem. Mikor érkeztél meg ide? Hogy így érez? Hát, tulajdonképpen egy pár perc, hogy erről beszélünk, de komolyan veresen. Szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára? Akkor kattints ide!